Sziasztok, srácok! Ez a harmadik része a 0-tól 180-ig sorozatnak. Tehát ez a harmadik rész. Ha gondoljátok, az előző kettőt is nézzétek meg. Egy perces játék, egy majdnem mesterrel. Egy perces játék. Jó. Oké. Főleg a védekezésre koncentrálunk. Jó, oké. Most egyelőre védekezzünk. Jó. 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 Oké. Okay. Jó, hát ez egyelőre döntetlennek néz ki. Oké. Oké. Hú, 20 másodperc bele kell húzni. Bele kell húzni, mert nagyon, nagyon lassúak vagyunk, srácok. Jó. Azt mondja, hogy most aztán... Hát igen. Igen, igen, igen. Jó. Jó. Hopsz, itt egy ötös. Jó. Nem, annyira a védekezésre koncentrál, és nem támad. És egyáltalán nem támad. És hát a támad akkor is csak minimálist. Minimálisan. Jó, hát ide rámegyünk az időre, srácok. Rámegyünk az időre. Oké, okay, megnyertük. Jó, tehát 1-0. 1-0 ide, egyelőre. Idővel nyertünk. Jó. És ez az SV, a híres SV, amit egyelőre most úgy néz ki, hogy megint nyertünk. Igen, itt. Igen, nyertünk. Kész, ennyi. Jó, azt mondja 2-0, lássuk a visszavágót. Jó. Tehát egyelőre 2-0 mi nekünk. Oké. Okay. Jó. Ide? Ide kell, ez kötelező. Különben itt nyerne. Jó, most egyelőre védekeznünk kell. Egy picikét. Jó. De semmivel nem fenyegetett, nincsen konkrét fenyegetése. Nincs konkrét fenyegetése, és olyan, mintha élennék, az a körrel élennék az X. Itt a fej, igen, azt észrevette. Itt nyert! Ah, itt nyerhetett volna. Ezt most nem vette észre. Szerencsém volt. Itt most nyerhetett volna. Thank you.
Jó. Azt mondja itt, itt, itt. Igen, ez eléggé szakállas trükk volt, valljuk be. Ez is egy eléggé szakállas trükk. Hopp, 18 másodperc a 31 ellen, huha, bele kell húzni. Bele kell húzni, srácok. Hopp, megint nyertünk. 3-0. Azt mondja, eddig 3-0. Na, megunta. Jó, tehát egyelőre nyertünk 3-0-ra a mester ellen. Jól van, eddig egész jók vagyunk. Na most akkor nézzük meg, hogy hol tartunk. Tehát most egyébként körülbelül most játszok egy másfél órája. Tehát ha csak azt nézem, másfél óra után megint ő az, 166, tehát nulláról már haladók vagyunk. Jó. Oké. Oké. Nem ez a megnyitás is sehova nem vezet. Itt nyert! Hoppa, ezt most beszoptuk. Ezt most beszoptuk, igen, most viszont nyert. Most viszont nyert, ez érdekes. Na, le is lépett rögtön. Na, megint ő az, lássuk. Na, lássuk, most nyerünk-e. Jó. Igen. Na, lássuk most mit. Most mit alkot? Megint nyertünk itt, itt és itt a nyerés. K4-en. K4-en nyertünk, igen. Tehát most megint, most megvertük. Oké. Okay. Jó, hát most mivel ő is lelépett, de most egyébként 158 pontunk van. Jól van. Tehát most jelenleg 158 ponton állunk. 158 ponton állunk, na nézzünk valakit, nézzük a Party Girl-t. Tehát látjátok, nulláról 158 már meg is van. Vagy mondjuk a Lizát. Jó, Liza. Ez 10 perces játék. Tehát látjátok, az, hogy azzal, hogy lecsökkenti a játékidőt játékidőt 1 percre, az semmit nem jelent, hogy nem biztos, hogy hú, ez viszont erős kezdés, közben itt dumálok, de nagyon erősen kezd. Ez egy erős kezdés. Hú, figyelj, nem is kell. Közben nagyon érzem azt, hogy fáradt vagyok. Most valószínűleg ide fog tenni. Úgy van. Srácok, ezt megnyerte. Ja. Ez kínos. De úgy néz ki, hogy most megvertek. Itt, az 50, hát, ja. Vannak helyzeteim, nem is kevés, csak most az a baj, hogy nála van a kezdeményezés, ugye pontosan erről beszéltem, hogy a kezdeményezés az rendkívül fontos az amőbában, és az most az X-nél van. Tehát most, hogyha ezt az X normálisan tovább tudja építeni, mondjuk K5-re. Jó, kivédem, védi. Aha, hát ez érdekes, ebből bármi lehet, de az X egy hajszányival jobban áll. Az X egy hajszányival jobban áll, és látjátok, még mindig ott van az a két vonalka a 158 előtt, ami jelzi azt, hogy még nem játszottam 20 meccset, és a 20 meccs alatti játékszámból nekem 150... Lejár az ideje? Ne! Ne! Ú, gyerekek, annyira nem szeretek így nyerni. Megszakadt a kapcsolata. Na, ez nagyon nem jó. Ez nagyon nem jó.
Rossz kapcsolattal kár játszani. Jól van, most akkor menjünk tovább. De látjátok, már majdnem 200 ponton van, és nem játszok másfél órája. Jó, hát 158, hogy azt nem. Hunterrel, Gergő. Jó, látjunk a Gergővel. Jó, menjünk a Gergővel. Ide fog tenni vajon? Nem. Akkor menjünk az esvényításra. A Gergő nem engedi az esvényítást, okos. Okos, nagyon okos. Kicsit most más taktikát fogunk használni, mint eddig. Gergő ellen. Most itt fenyegetek. Itt, F10-en. Úgy van. Jó, azt mondja, itt. Na nézzünk meg egy ilyet. Erre mondjuk mit lépsz? Fajtás. Most itt ez a veszélyes átló, itt nagyon veszélyes neki, itt, vagy esetleg itt. Itt az a D9, G6 átló, ez itt veszélyes, ez nekem ez egy nagyon jó helyzet. Azt mondja, hogy itt elvileg nyernünk kellene. Itt akkor ezt itt kivédi. Aha. Na nézzük, hogy mit csinál egy ilyenre. Csak nekem van helyzetem most, tehát most ő neki védekeznie kell. Most én meg ide tennék, és akkor elveszem mindenemet. Aha, ez nem volt egy túl okos döntés. Most viszont kötelező ide tenni G8-ra, mert akkor nagyon erős támadásom van, tehát G8-ra kell tenni. Nem, G8. Akkor viszont szerintem nyertünk. Aha. Nézzétek meg, nyertünk. Most G10, utána meg E8, és nyertünk. Nézzétek, utána meg E8. Ennyi. Tehát ez hiba volt a Gergőtől. Így, ennyi. És itt ki kell védeni, megvan a 4. Tehát ez hiba volt, itt nem szabad ilyet játszani. Jó, haladjunk. Nem, pedig én adtam volna vissza. Olyan szívesen adtam volna visszavágót. Na, látjátok, 196. Azt mondja, hogy Medo hazám, tessék, megint X-szel vagyunk. Jó, kezdjünk akkor úgy, mint szoktunk. Kezdjünk akkor ebbe az elalakba. És ő is elalakba kezd, az igen. Én szeretek elalakba kezdeni, azt viszont nem szeretem, ha ellenem kezdenek elalakba. Na lássuk. Nem szeretem, ha valaki ugyanezt használja, amit én. Hopp, ez viszont nekem nyerés, ezt nem szabad, ez nagyon nagy hiba volt, leblokálom, és most szerintem én itt nyertem, mert nincs helyzete. Tehát itt most én ezzel nyertem. Ezt megnyertem 1-0 nekem. Tehát ez gyors volt. Ez gyors volt, most ezt meg is nyertem rögtön. Mert nincs helyzete, látjátok? Kész, és K4-en nyertem, ennyi. Ennyi. Tehát ez hiba volt, ez rögtön az elején hibázott, ilyet nem szabad. Tehát ilyet srácok nem szabad játszani. Rögtön átadni X-nek a kezdeményezést. Ennyi. Igen. Ennyi. Jól van, akkor nézzünk. Jó, most akkor kezdjen ő. Oké. Most 200 pont felett van, mindjárt megvan a sárga jelvény. Látjátok? Nulláról. Jó, blokkáljuk el. Itt fog tovább menni. Nem itt megy tovább. Azt mondja, hogy akkor itt akadályozzunk. Most valószínűleg ide fog tenni. Nem. Okos fiú, vagy illetve okos felhasználó. Hirtelen nem is nagyon tudok, hogy mit tegyek. Itt tovább építi, J8 az írtó erős lenne, J8. Aha, nem. Blokkálnom kell, G11 kötelező. Itt nagyon érzem a vesztemet. Ja, és hogy ez neki hármas is, húha, ezt nem láttam. Ezt megnyerte, mert itt. Ez kötelező, itt védjem. De ezt megnyerte, ezt elcsesztem. Aha,
megnyerte, ezt elcseszerintettem, sajnos. Sajnos, itt lehet egy ötösöm. Itt nyert, tehát H9-en azonnal nyert. H9-en nyerése van, ennyi. Sajnos ezt elrontottam. Na mit akarsz ennyire, barátom, építkezni? Rakd már be H9-re. H9-re nyersz. Na most szórakozol, vagy ez mi? Vagy nem látja? Ja Istenem, H9, úgy van, hát erről van szó. És itt a nyerése, ugye? Sajnos. Sajnos, ez egy-egy. Na nyerjünk, barátom. Jó. És egy-egy. Hát ez nem túl jó eredmény. Sajnos ez rögtön behúzott a megnyitás után a csőbe. Jó, tehát de látjátok, egy-egy lett. Na nézzük meg, hány pontunk van. Látjátok, már mindjárt 200 pontunk van. Mindjárt 200 pontunk van. Megint a medó ellen? Nem. Iyumi. Iyumi. Na lássuk. Tehát látjátok, azt, hogy lecsökkentjük a játékidőt, ez látjátok, hogy nem válik be. És a másik dolog az, hogy látjátok, nem lehetetlen nulláról 2-300 pontot egy-két óra alatt. Csak már nagyon érzem azt, hogy egy picit már fáradt vagyok. Úgy néz ki, hogy ennek további részei lesznek ennek a sorozatnak. Tehát ugye az előző két részt láttátok. Na, Iyumi. Előző két részt láttátok, vagy esetleg a Hexen. A Hexen. Az előző két részt láttátok, akkor ugye láthattátok, hogy nem annyira bonyolult nulláról 200 pontra eljutni. Na most itt próbálok magamnak ellenfelet találni. Az Iyumi lenne jó, vagy a Hexen? Na lássuk. Olsen? Ő vele nem játszottunk már. Az Olsennel nem, csak akartam. Na, lássuk akkor a kínai egypercesbe. Egy perc alatt gyorsan nyerünk. Egyperceseket imádom. Az a specialitásom egyébként sakban is. Most ide fog tenni. Úgy van. Jól van. Most itt építs tovább, én meg úgy van, tovább megyek itt. F6-ra, így van. Itt levédem. Hú, ezt mennyire ismerem, ezt a nyitást. Hú, most itt mit is? Na most itt okosan. Itt ezt. Itt pedig ezt kell védem. Így van. És szerintem ez neki lehet, hogy megdöbbentő, de ez neki nem nyerés. Fönt. Ezt viszont itt. Ezt meg itt. Ugye itt lett volna ez itt. Furcsa. Jól állunk, 42 másodperc van egyébként. Jó, hát itt... Jaj! Hoppá, basszus, nem! Azt hittem, hogy ez hármasom, ez véletlen volt. Tehát ez véletlen volt. Ezt nem itt megcsúszott az egerem. Azt hittem, hogy blokkálva van a másik oldalon, ennyi. Hát ez megcsúszott. Ez inkább volt egércsúszás, mint hogy tudással nyerés. Na mindegy. Mindegy. Jobban kell figyelnem. Jól van. Kérem tisztelettel. Jó. Most itt sajnos be kell egyet áldozzak, mert különben itt már kezd veszélyes alakzatot ölteni a körnek a... A kör lehetőségei kezdenek elbúrjánozni. Tehát itt most muszáj, hogy szétrontsam, mert itt érzem a vesztemet. Nagyon. Itt a fenyegetés.
Na, lépjünk egy ilyet. 34 másodperc. Jó. Na most itt akkor zárjunk egyet. Itt is. 26 versus 26 másodpercem van. Igen. Jó, hát most itt nagyon... Itt most nagyon passzív vagyok. És itt lehet a lehetőségem elhat. Igen, észrevette. Igen. Szerencse, hogy itt nem jön össze neki semmi. Ja, ez itt nem... Igen, de ez nem nyerés, barátom. Vagy igen, itt, húha, ez kezd veszélyes lenni. De nem, nincs helye, tehát ugye ez az ötös nem tud itt érvényesülni, nincs helye. Nincs helyed, barátom. 5 másodperc versus 7, Jézusom. Igen. Kész, nyertünk is, lejárt az ideje. 1-1. Na, lássunk még egyet. Jó van. Na most itt fönt próbáljuk. Húha, az X-szel ezt én is szoktam alkalmazni, ugye? Húha. De most viszont elrontotta, nem tudta kihozni normálisan. Hú. Itt ez a fenyegetés. Hú, itt nagyon kell figyelni, basszus kulcs. Pillanatok alatt veszíthetek. Hát akkor viszont most itt mi nyertünk, tehát 2-1. Ezt most ő nézte be. Ezt egyértelmű, hogy most ő nézte be. Így. 2-1. Lássunk, kapunk. Jó, ez rendes játékos ez a haver. Na nézzünk egy kicsit komplikáltabbat. Úgy van. Úgy is van. Ajjaj, kezd fáradni a barátunk. A barátunk kezd fáradni, ez 3-1 G9 után. Igen. Azt látom, hogy te is fáradt vagy. Nem. Látjátok, ezt mondtam, rögtön programmal vádol. No. Nem, fáradt. Ez egyszerűen most megváltoztattam a kezdést. És ugye rögtön most azért, hogy persze ez program, tehát erről beszéltem. Veszít, gyorsan veszít, és akkor, tehát ha program lett volna, akkor egyet sem nyert volna el, nem nyilvánvaló. Másrészt láthatjátok, hogy megmagyarázom, hogy hogyan nyerek. Ugye? Na. Keressünk még játékost. És most vagyunk egyébként 2-22. Program, most nem akarok nagy kihívást. Mugivarával. Nem, most 112-vel nem akarok. Mugivara jön, 313. Most, hogyha őt egyetlen egyszer megverem, akkor megvan a szakijelvény. Akkor megvan a szakijelvény. Látjátok? Na. Ellenfelet kérek. Ellenfelet. Ambassador, ő velem nem... Nézzük a White Girl-t. P7-tel. Ugye ez P7, tehát itt most el van rontva, mert hogy kötelező ugye 3 kockát kihagyni. És 1 perc a játékidő long pro nyitással. Hopp, ez viszont azonnal... Jaj, itt nyert, basszus! Ezt nem láttam, gyerekek! Ja, ezért látjátok? Itt, igen. Ő nyert itt. Igen, oké. Ezt itt túl gyors voltam, és nem figyeltem. Itt nem figyeltem. Jó, ezt nem figyeltem, ez oké. Azt hittem, hogy nyerek. Most megpróbál esvézni. Jó, hát lássuk a következőt.
én ezt nagyon nem szeretem, ezt a nyitást. Jó. Jó, ugye itt ne adjunk lehetőséget az építkezésre, de itt... Ja, itt megint nye... gyerekek. Itt ő megint nyert. Itt. Tehát most nem, nagyon érzem azt, hogy fáradt vagyok, és nem megy. Ez... gyerekek. Ebből pihenés lesz, srácok. Tehát a következőt azt csak holnap fogom felvenni. Így nem játszok. Nagyon érzem azt, hogy fáradt vagyok. Jó, most ez kifog, olyan, mintha kifogás lenne, de tényleg nagyon érzem, hogy nem fog az agyam már. Tehát ezt nagyon érzem. Na most? Most már nem kiabálom el. Most már nem kiabálok el. Nem kiabálom el, hogy nyertem-e vagy sem. Na végre. Jó, 2-1. 2-1. Na, lássuk, lesz a 2-2. Jó. Fú, nem tudom, mit lépjek. Ajja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 j
szól. Most elrontotta, nyerhetett volna. Tehát most nagyon-nagyon rosszul állok ezekben a meccsekben. Ezt be kell valljam hősiesen. Nagyon rosszul állok. Jó, mert ugye itt meg itt nyert volna, erre. Igen. Jó. Úristen. Hát most blokkálunk. Nem tudunk mást. Fél percünk van blokkálni. Megint, tehát simán beteszi a négyet. Nem vette észre, most itt nyerhetett volna, simán betette a négyet, tehát így már nem szabad játszani, hogy ilyen hibákat vétek. Így nem szabad játszani, srácok. Hát most már félek, tehát... Úristen. Viszont ugye, hogyha itt ő nem tud nyerni, akkor azt hiszem, hogy én nyerek. Ha nem tud X-el nyerni, vagy nem is tudom, hogy ez így hogy van. Nyernie kell X-el, igen. 15 másodperc a 7-hez, ez elég lesz. Jó. És itt meg is van a 4. Jó. Oké, 2-2. Tehát visszavettük. Bye. Jó, hát 2-2 ugye vissza tudtuk venni. Jól van. Most van 223 pont. Hát nem a legjobb. Na nézzük a Milady-vel. Ugye no draw, ez azt jelenti, hogy nála nincs döntetlen. Tehát hogyha döntetlen lenne az állás, akkor azt hiszem, hogy az nyer, aki a körrel van, vagy valami ilyesmit jelentett ez a no draw, és ugye kettőt kell játszani. Na, vagy ez a Y1970, na lássuk. Egyébként szeretem ezeket a 19-es parti, meg stb. Tehát, hogy 19-es tábla, ugye azt jelenti 19-es tábla, 19-19, nincs döntetlen, és kettőt kell játszani, tehát ugye nem lehet elmenni egy parti után, ez ugye azért van tipikusan beállítva.
Ugye nem felejtitek el, hogy van ezen videót megelőzően másik két videóm, amin felmegyek. Most még a szakijelvényt meg akarom szerezni. Csak ki ellen. Kocakanca, de ő meg 230-as csak. Nem játszik. Jó. Mugiwara, ő játszik. Ja, ő nem jött. Akkor sem. Lássuk a Milady-t. Olsen. Az Olsen, ő... Ővel nem is emlékszem, hogy játszottam-e. Az Olsen már el is tűnt. Uh-huh. Hát a Milady lenne jó, ha jönne. Próbálkozom. Próbálkozom. Tehát látjátok, srácok, van elő, van olyan előfizető is, aki nem túlzottan, idézőjelben nem túlzottan él az openingek adta különböző lehetőségekkel. Ugye, nem, ugye, ha gondoljátok, akkor nézzétek meg az ezt megelőző másik két videómat is, míg én próbálok itt ellenfelet találni. Milady. Elmondom nektek, most én itt közben látom, hogy 21-szer nyertem, hát egy döntetlen lett véletlenül, és ugye 6-szor kaptam ki. Gyakorlatilag. Ugye? 21-szer nyertem, egy döntetlen lett, és 6-szor kaptam ki. Tehát 28 meccs után, nekem 223 pontom van, látjátok? És 3 órája kezdtem, tehát... nem jön a Milady? Most van este 11. Próbálok vagy a Milady-vel, vagy a... Na, Mugiwara jött, na lássuk. Jó. Jó. Oké, most ide fog tenni. Nem, akkor tegyük be, tegyünk mi ide. Jó. Jó, itt ugye ezeket blokkáljuk el. Jó. Ugye most itt a D6, E7 és ennek a 3-asnak a további építését akadályozom ezzel. Tehát ez nagyon fontos az amőbában, hogy tudjuk, hogy mikor melyik oldalon kell védeni. Jó, akadályozzunk. Oké. Okay. Srácok, ebből valószínű holnap lesz, tehát... már nagyon érzem egyébként a végemet. És Mugiwara azért eléggé jól tartja magát. Ugye, de ez 10 perces játék, akkor van időm átgondolni. Van időm átgondolni, mit akarok. Mit akarok én? Mit akarok én? Vajon? Jó, hát itt egyet blokkálom, mert ez itt kezd ez a F9... C6 átlónak a lehetősége engem idegesíteni. Ezt pedig itt lokáljuk el, ugye ezt az átlót itt lokáljuk. Nem, tehát itt látjátok, megöltem a lehetőségeit. Jó, ez itt ki fogja védeni, ha nem, akkor nyerek. Jó. És ezt is itt fogjuk le. Most viszont nagyon úgy érzem, hogy nagyon passzív lett a játék stílusom. Tehát ha nem vagyok felett, akkor ennél sokkal másabb lépéseket. Most itt ugye ez azért nem fenyegetés, mert ez itt nem lenne semmi. Viszont itt, mivel nekem ilyen szép ötösöm lehetne valahogyan, ezért én ezt itt megjátszom. Itt volt a fenyegetés. Ja, hogy ez de semmi. Oké. Okay. Jó, picit gondoljuk át. Picikét gondolkodom. Itt akarok valamit. Itt. Ja.
Hát itt a körnek több a lehetősége, az kétségtelen. Mit akar ő itt? Így akar valamit. Na, akadályozzunk. Ez kicsit félelmetesen néz ki, de most minden lehetőségét elveszem. Jó, szerintem. Na most egy picit lassítsunk le. Állj! Így, igen. Igen, így. Na lássuk egy ilyenre mit lép. És itt nekem jobb a... Ú, de megijedtem, hogy az ötös, basszus. Hú, hát most aztán megállt bennem az ütő. Azt a tiroli 700-át. Hú. Gyerekek, ez az emőben, az még hogy az emőben nem tud killer lenni, dehogy nem. Na, kicsit fenyegessük meg. De most itt elárulom magam, tehát most itt kiadom az árut nagyon könnyen. Azt mondja, hogy itt... Itt... Aha, megöltem magamat. Kár. Kár, kár. Jó, engem ezért idegesít, hogy tovább tudja építeni, ne tudja. Jó. Itt. Ide akarom a következőt. Igen. Itt. Ez a tervem. B3, B7, B9 majd itt nyerni. Tehát a B9-re valahogyan el kell jussak. De látjátok egyébként, amit mondtam, hogy rögtön megvádolt programozással, mert fáradt voltam és gondolkodtam? Látjátok? Azonnal. Hopp, de már el is vágott mindentől. Ja. Már el is vágott mindentől. Hát 3-13 illene nyernem azért. Most elkezdett X-el nagyon erősen védekezni a kör rohamai ellen. Hát az a baj, itt nagyon le fogom magamat leplezni, gyerekek. Itt? Aj, de jó lenne, ha itt lenne valami, ugye? De nincs. Na legyünk ravaszak? Na nézzük meg, mit csinál, ha ravasz vagyok. Nem vette be. Ugye itt lehetett volna ez, de... Hát, gyerekek... Itt nekem több a lehetőségem emiatt, de ezt ő tudja védeni, tehát ez semmit nem jelent. Ha most itt okosan levédi, akkor nem sok minden van a kezembe. Na legyünk ravaszak? Fogadjunk, hogy rámegy ide. És itt egyébként a fenyegetés. Na, vajon észreveszi? De itt most megint kiadtam magamat. Most, hogyha ide rá... Erre itt rámegy, akkor... akkor nyertem. Sőt, de nyertem is! Hoppá, nem, bocsánat, ez teljesen véletlenül jött ki, ez nyert helyzet számomra, mert K10, utána K11, utána M4-jel nyertem. Nézzétek! Vagy nem? Ó, nem, itt éppen nincsen helyem, nem hiszem el, tehát nem kevés a hely. A francba. Franc egye meg. Kevés a hely. Látjátok? Itt, így. Csak ugye ez a hármas itt, ez semmi. A fenébe. Na ráijesszünk. Most megmutatom, hogy mire gondoltam, de most megint saját magamat elnáspángolom. Látjátok, őt ki fogja itt védeni, és ez itt nekem semmi. Látjátok? Itt. Ez itt a gond. Erre gondoltam.
kicsi a hely. Sajnos kevés az hely. De ravaszkodunk azért, itt most itt tudunk nyerni, de ezt észre fogja venni, annyira könnyű kivédeni, hogy ez valami elképesztő. Jézusom, de megijedtem. Jó, blokkáljunk egyet mi is. Ugye most itt nem akarom magamat itt nagyon feladni, itt. Hát srácok, itt, ha nem nézek be ötöst, vagy stb., ami láttuk, hogy megtörtént, akkor ez döntetlen. Ez döntetlen, mert egyik, mi kifogytunk a lehetőségekből, tehát én a körnek több a lehetőséget támadni. Most ezt azért tette, hogy itt a ötösemet rivédje. A körnek még van több lehetősége, de igazából ennyi. Na majd ezt meghagyom a parti legvégére. Isten, csak el ne csesszek valamit. Mint ahogy az előző partiban láthattátok. Az nagyon durva volt. Itt. De megint nagyon könnyen kiadom magam, ez nem jó. Na hát most meg itt észre fogja venni, hogy van egy fenyegetek egy ötössel, ki fogja védeni. Ja, ez döntetlen. Látjátok? Azért általában úgy van, amit mondok, az tényleg általában azért úgy van. Ajánlunk egy döntetlent. Nem, tehát megöltük egymást azért, de most látjátok, és lelépett ennyi. Tehát döntetlen játszik, nagy nehezen körrel, még úgy gyakorlatilag, hogy ebben a helyzetben nekem volt nagyobb lehetőségem. Tehát nekem volt igazából itt esélyem nyerni, még ha csak egy hajszányi is, neki semmi. És X-el volt, és akkor erre lelép. Hát ez, ennek nem örülünk, a legjobban ennek nem örülünk. Na most azt akarom, hogy legalább a 240 legyen meg. 227. A Ropper leesett 229-re. Látjuk, lássuk a Lizával. Vagy a Wuhannal. Na Wuhan, ahonnan kiindult a járvány. Lássuk. Most egyébként, ha kíváncsiak vagytok rá, akkor mondok egy statisztikát. 21-szer nyertem. 2 döntetlen lett és 6-szor vesztettem. De olyan, hogy aki többször nyert volna ellenem, mint amennyi győzött, olyan nem volt. Csak aki lelépett. Tehát látjátok, 0-ról 227-re. A szolidista, na őt már ki akartam hívni, lássuk, egy perces. Na lássuk. Lássuk, most jön-e. És jön? Na lássuk, egy perces parti. Vagy ővel már játszottam? Nem is tudom, nagyon ismerős a stílusa. Igen, megöltük. Mármint a stílusát, bocsánat, a morbidságért. Igen, itt ez lett volna itt a H10E7-en fenyegetés. Most levédjük, mert fáradtak vagyunk. Jó. Itt a fenyegetés, amit itt fog védeni, M5-re fog rakni. Nem. De akkor rakjunk mi M5-re, kész. Jó, itt blokkálunk. Jó. Igen. Igen. Hú, az időre figyelnem kell, basszus. Az időre nagyon figyelnem kell. Jó. Most érzed, hogy kezd sok lenni a kör egy helyen. Ez soha nem jó, ha ellenem játszasz. És nyertem is. Ja ne, a francba ezt a nyitást. Itt annyira jó.
lenne, ha itt tudnék nyerni. Hú, nehogy ő nyerjen, basszus. Igen, itt. Tehát látjátok, ezt nem vette észre. Itt a nyerés. Itt. Itt a 2×3. Kihagyott 4-es és ő 3-as. Tehát a szaki nyelvényt azt visszavettük. Szaki nyelvényt azt visszavettük szerintem. Na. De ő legalább mindig ad visszavágót, ez nagyon szép tőle. Ja, csak nem programot használok, hát ja, persze. Igen. Igen, általában programot használok. Most jönni fog, mondom, ez az agresszió. Ha jön. Na is, nézzünk, egy kicsit változtassunk. Hogy kezeli a váratlan helyzeteket? Hát nem túl jól. Ez már egy nyert helyzet. Ha ezt ki tudod rakni, kész. Nyertél. Ennyi. Jó, 2-0. Na most akkor nézzük meg, hogy jelenleg hol állunk. Tehát ne felejtsük el, hogy nulláról indultunk, viszont a videónak lesz még egy része, mert ez már 40, több mint 40 perces, és még mindig nem nincs meg. 2.32, mert ugye ővele már játszottunk. Na most srácok, egyelőre, most már sajnos nagyon fáradt vagyok, én köszönöm szépen a figyelmet. Lesz még egy... Jó, játszunk még egyet. Én köszönöm szépen a figyelmet. Lesz majd még, tervezek még egy videót. Tehát nem ez lesz az utolsó videó, hanem lesz még egy. Jó, nyertünk is. Tehát nem ez lesz az utolsó videó, hanem tervezek még egy videót, és... majd nézzétek meg azt is. Tehát nem ez lesz az utolsó videó, hanem még egy lesz. Ez már nyert helyzet az X-nek. Hát így meg pláne. Ennyi. Jó, oké. Na. Jó, adjunk egy visszavágót, aztán ennyi. Úgyhogy, srácok, én lassan meg is köszönném a figyelmet. Jó. Én megint nyertem. Itt. Kész. Megint nyertem. 2-0. Én köszönöm is a figyelmet, és... nem 2-0? Húha, kivédi itt, de itt fogja venni, nekem ide kell tenni, aha. Hú, ezt de nem szeretem. Na, ijesszünk rá egy picit. Jó, hogy ez kötelező is, igen. De most nyilván itt fogja védeni, ez nem kell nagy tudás. Srácok, én mára feladom, mert ennek már nem nagyon van értelme, alig látok. Viszont, úristen, viszont fog jönni erre majd a következő videó, ez kötelező volt, fog jönni erre a következő videó, amiben folytatom a menetelést a mesterjelvény felé. Azt láthatátok egyébként, hogy a szakijelvény az már meg is van. Tehát 2.40 az már megvan. Most ezzel egy 2-t rávertem, szerintem 8 pontot fogok kapni. Itt egyébként ő jobban áll, lássuk, hogy észreveszi-e, hogy nyert. Tehát ilyenkor, amikor már így vesztek, az akkor már nem nincs értelme, sok értelme nincs, hogy játszak. Jól van. Úgyhogy még egyszer, én biztatlak titeket, hogy nézzétek meg az előző két videót is. Jó? Azt akkor megyünk tovább. Most C10-re. Ez kötelező. Ez nem volt jó lépés. C10 az jobb lett volna. Ez nagy hülyeség volt. Megölte magát. Lássuk.
Lássuk, hogy itt nekem van-e valami. Ezt mondjuk védjük ki. Itt. Most ingerlem, hogy tegyen ide. Nem. Jó, ezt nem engedem, és... Jézusom, így nyerhettem volna 2x3-mal. Na jól van. Tudni kell, mikor kell abba hagyni. Jó. Annyira örülnék, ha ide tenne, ide tudnak tenni, és akkor itt fenyeget. Ide jó, mondtam, annyira örülnék ennek az F4-nek. Ugye most itt fenyegettek. Jó. Jó. Ezt egyetem, hogy fent kell, igen. Most itt megkockáztatom, hogy itt tud-e vajon nyerni. Erre. Nem, nem kockáztatom meg, ilyen későn már nem. Jó, itt ugye blokkáljuk ezt az átlót. Közben úgy, hogy építsük a sajátunkat. Ez nem hinném, hogy az X-nek itt nyert helyzete lenne. Jó. És most mi? Ugye most a hármasomat védenie kellene. De ez durva volt, hogy ezt nem vettem észre 2x3-at. Jó. Itt viszont ezt nem engedjük, mert ide tett volna, ide tett volna, ide tett, és akkor itt 2x4 van, tehát ezért ez a lépés. Jó. Itt. És itt. És itt van a nyerésünk. Itt. Ha persze, most már döntetlent akarsz, mi? Nem, nyertünk. 2-0. Úgyhogy srácok, én köszöntem is a figyelmet, és akkor nézzétek meg az előző két videót is. És akkor majd fog jönni még egy következő videó ezután. Tehát folytatódni fog a sorozat a negyedik taggal. A negyedik videóval. Köszöntem is a figyelmet, megnézzük hány ponton van. Tehát tessék, 248 pont, és nulláról 2 óra alatt. Látjátok? Tehát jó, játszunk még vele egy utolsót. Jaj, ezt nagyon imádom, ezt a kezdést, ezt nagyon szeretem. Hopp, ráadásul most még el is csúszott a keze. Hú, nagyon nyerni akar, nagyon gyorsan rak. Nagyon gyorsan rak, nagyon nyerni akar. Igen, nagyon gyors a fiú. Jó. Jó. A kör jobban áll. Igen, nyertünk.
Mit rakna egy ilyenre, barátom? Kész. Nyertünk. Itt. Ezt itt védeni kell, és itt a 2x4. Vagy itt a 4-es. Ennyi. Jó. Köszönjük szépen. Egyelőre én most feladom. Vagyis csak egyet nyertünk 249-el. Én köszönöm szépen, srácok, és akkor találkozunk a következő videóban. Tehát folytatom a sorozatot, fog kijönni a sorozatnak többi tagja. Iratkozzatok fel, és ha gondoljátok, akkor lájkoljátok a videót. Sziasztok!